Ezek a felvételek még 2018-ban készültek Tiszacsécsén. Jól látszik, hogy a gát magasítása és a koronájának kialakítása még folyamatban volt. Ezeken a képeken pedig már az látszik, hogy a munkálatok befejeződtek, már Tiszakórunnal is aszfalt burkolatot kapott a töltés teteje, és a vízbeeresztő zsilip is elkészült. Ez a felsőti szárvízvédelmi rendszer, ez a Túr-Torkolatától Magosligetig tart, közel 22 km hosszú, a Tisza 16,1 km, és a Batár a többi. Ez a Tiszának a legfelső szakasza, magyar területre itt érkezik, Tiszabecsnél, és itt a leghevesebb vízjárású is. Többször megmutatta magát a Tisza, 50 évvel ezelőtt, emlékeznek sokan, főleg akik ezt megélték. Én a 2001-esre és a 98-as árvízre leginkább, és akkor mutatta meg, hogy milyen gyorsan tud áradni, és bizony alig van idő a felkészülésre, a védekezésre. A gátak tiszakóródi szakaszánál megközelítőleg másfél méterre emelték meg a töltéseket, azonban nem csak magasították, hanem ki is szélesítették azokat. A mértékadó árvízszint ugyanis közel 2 métert emelkedett az elmúlt években. A kiépített töltés szakasz, a Tisza 16 km és a Batár, jó, egy kicsit több mint 6 km-es szakasza, már ez szerint az új számítás szerint lett méretezve és kiépítve, 4 méteres koronaszélességgel, 1-3-as vagy 1-2-es rézsűvel, hát ez azt jelenti, hogy elég stabil, és a 2001-es árvízszintnél közel 2 méterre magasabb árvizet is képes kivédeni, tehát a koronaszintje kb. Ott van, az 736 plusz 2 méter környékén, tehát ez elég biztonságos. Ebben a töltésszakaszban zsilipek is vannak, azokat át kellett építeni, a Batáron is, itt a Tiszán is, itt járunk a Tiszakórdi zsilipnél, ez a legnagyobb zsilip, itt ezen a szakaszon ez is benne volt a projektben. Az osztályvezető hozzátette, 2 új gátőrház is épült a szakaszon. A töltés teljes hosszában aszfalt burkolatot kapott, ami a kerékpáros elérhetőség és a turizmus fejlesztése szempontjából is jelentős lépés, valamint a védekezéskor is megkönnyíti a szakemberek munkáját. Ez a védvonal így a korábban tapasztalt legmagasabb árvizeknél nagyobb árhullámoknak is ellen tud majd állni.